Kedves testvérek, testvérnők, jakarat embertársaink, az elhangzott román beszédprogramnak egy rövid vázlatát fogom felolvasni. Ennek a beszédprogramnak a címe Jehova buzdít Armageddon túlélésére. A vezérszöveg az Ézsaiás 48 rész 17 verse. Így szól az Úr, megváltód Izraelnek szentje. Én vagyok az Úr, Istened, ki tanítalak hasznosra, és vezetlek oly úton, amelyen járnod kell. Szeretett résztvevői az igazítő Jehova tanúi bibliai konferenciájának. A nagy teremtőnk Jehova Isten e biztos ígérete kapcsán minden ő fennszenteltje figyelmét, a felséges tanácsa és felhívása felé irányítja az Armageddon túlélése érdekében. Az Armageddon lesz a legrosszabb dolog, amit az embere valaha is megél történelme során. Isten Armageddon utáni újvilága a legjobb és legáldásosabb dolog az ő felszentelt népe számára. Következőleg, ami fő foglalatosságunk az, hogy felfegyverkezzünk Jehova igazságával annak érdekében, hogy az Armageddonban ne legyünk megfosztva az örök élet jogától. Készüljünk fel ezeknek a napoknak az elviselésére, hogy áthaladjunk a mindenható elismerése folytán, hogy örvendeni tudjunk azoknak a fenséges áldásoknak, amelyeket Isten igazságos világa hoz magával. Mi, mint emberi nemzedék, Jehova kegyelméből számos jövendőlés beteljesedésének az idejét éljük. Egyike azon jövendőléseknek, amelyek szemünk előtt teljesednek be, János apostol jövendőlése Isten országa üzenetének hirdetése tekintetében, amely ki lett nyilatkoztatva és meg lett őrizve írásban isteni ihletés alatt a jelenések 14 rész 6 és 7 versében. És láték más angyalt az ég közepében repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot és minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek. Ezt mondván nagy szóval, féljetek az Istent és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. Az ég közepe, ahol repült Jehova hírnöke az evangéliummal, ezt az átmeneti időt szemlélteti a régi égtől az új égig, miután Sátán és az ő démonai lelettek dobva a mennyből, és hallhatóvá vált az örömkiáltás. Most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Jelenések 12.10. Következőleg, ez az átmeneti idő rövid tény, amit ismer maga Sátán és ő démonai is. Ez 1918-ban kezdődött, és Armageddonban zárul le. A királyság evangéliumának hirdetése minden nemzetnek, Krisztus testének maradéka és az ő társa a más jók által Jehova nevének igazolását eredményezi. A jó hír, vagy az evangélium Jézus Krisztus a király kormányzása alatt lévő új világról beszél. Azonban Jehova Isten, aki kiküldi az ő szolgáit, akikre rábízatott a királyság üzenetének közzététele, figyeljük meg, hogy az ő szolgái vagy követei nem közvetlenül és nem főképpen a régi világ politikai kormányzataihoz vannak küldve. Ők az emberek lakásaihoz vannak küldve. Miért van ez így? Ez azért van így, mivel a nemzetek demokratikus vagy totális kormányai nem fogják átélni Armageddon. Tehát minden ember egyénileg kell döntsön, hogy elfogadja-e vagy visszautasítja a jó hírt, majd vállalja ennek következményeit. Tehát egyénileg van megadva a nagy esély arra, hogy megszabaduljunk akkor, amikor a nemzetek megsemmisítetnek az egyetemes armageddoni összecsapásban. Figyelembe véve ezt a szent és megtisztelő megbízatást, amelyet Jehova adott az ő szolgáinak, a házankénti munkát illetőleg, ami a nemzetek számára egy szokatlan munka. Isten tanácsa tanúi számára az, hogy ezt értékeljék és vegyék nagyon komolyan. Szeretett testvérek, testvérnők, szeretett résztvevők! Sok idővel ezelőtt a Szent Szellemtől ihletve Péter apostol az első levelében egy nyomos okot adott, amely arra indít minden keresztényt, hogy ne pazarolja el az idejét és az életerejét arra, hogy a világ folyása szerint éljen a féktelenség és a feslettség önző kívánságában. Ő azt írta,
a vége pedig mindennek közel van. Annak okáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. 1 Péter 4:7. Az apostol tudta, hogy az új világ alapja le lett fektetve Jézus Krisztusban, aki hittel szenvedett mindhalálig, és fel lett támasztva, hogy az új világ királya legyen. Ő, az apostol, hallotta Jézust a megfeszítése előtti éjszakán mondván: most van-e világ kárhoztatása, most vettétik ki a világ fejedelme. János 12.31. Péter tudta, hogy az akkori több évezredes világ a biztos vége felé halad, és a végjelei hirdetve voltak Jézus által az olajfák hegyén a templommal átellenben Péternek és más három tanítványnak. Márk 13 rész 3 és 4 verse. E régi világnak vége úgy fog eljönni, amint a megváltó kijelentette, mint az özönvíz a Noé napjaiban és mint a tolvaj éjjel. Kétség kívül, szeretett testvérek, az apostol szavai a Szent Szellemtől voltak vezetve, és ezek a mi figyelmeztetésünkre lettek feljegyezve számunkra, akik Jehova napján élünk, akik fölött lebeg a vég. Szeretett Jehova tanúi, az a fejsze, amely végrehajtja a régi világ ítéletét, fel van emelve a látszat kereszténység fölé. A fennálló helyzet egy gyors és helyes döntést igényel. Őrültséget jelentene bármely Jehova tanúja számára, hogy lazán és gondtalanul éljen, azzal a felelősséggel szemben, mint Isten szolgája, összekeveredjen a világgal, a démonok áldozatává válván, és így engedetlennek bizonyulván. Ha Jehova Isten szolgálatát választottuk, akkor inkább szenvedjünk, mintsem hitetlenséget tanúsítsunk iránta. Akkor tehát most és mindörökre legyen úgy, megszűnik a bűntől. Bizonyára, miközben egy ilyen választás szenvedést és gyalázatot jelent ebben a világban, Jehova tanúi tudják, hogy ez nem fog sokáig tartani, mivel Jehova szolgáinak fetetetlenség próbája a vége felé közeledik. Jehova Isten tanácsa az Armagedon túlélése érdekében a hűségesek számára a következő: bátorság, hit, szilárdság, tűrjetek a végig, és erősen ragaszkodjatok fetetetlenségetekhez. Jehova tanúi ezzel a biztos ígérettel vannak biztatva. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket, a Krisztus Jézusban titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. 1 Péter 5.10. Bebizonyítván, hogy ők egységben és szeretetben Jehova Isten egyetemes felsőbségének oldalán állanak, az ő teokráciája által Jézus Krisztus alatt. Ők azokhoz csatlakoznak, akik most mondják: övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. 1 Péter 5.11.